Na hát srácok, ez csak egy kis vicc volt, ugyanis látjátok, miért nem nagyon ér rá a Gab summercarozni, mert igazából a való életbe summercarozik. Kutya. Én meggondoltam, hogy akkor már kijövök, ha már úgyis itt kint vagyok, és egy kis őszi ilyen körbenézést csinálunk, hogy így mi a helyzet. Mi van? Mi van? Csomó ember fog titeket lát, ezek a Reign of Kingsből a kacsák gyerekek, ott figyeld! Sajnos pont ilyet csapott le a Genesz tegnap a Reign of Kingsbe szerintem. Gyerekek, szívjatok be egy kis vidéket, főleg ti, akik nagyvárosokba vagytok. Érzed? Ja, ez de valamivel beleléptem, ez az basz. Hát ami tavasszal és nyáron szép, az igazából most így néz ki. Ott hagytam az állványt, mert itt nézegettem, hogyan lehetne jól belőni a dolgokat, valami jó felvételeket lőni. Lehet, hogy fúj kicsit a szél, ami nektek idegesítő lehet, de hát ugye nem akartam alámondással, mert az gáz. Itt Gabnak, ezeket Gab ültette, ez mi? Kurva jó vidéki vagyok, nem tudom mi az ember. Ott ugyanaz a templom, ami a She's My Lady elején is látszódik. Ugye arról megy így le a kamera egészen a rollerre is rám. És még a kukorica se leszedve, gyerekek. Fú, én nagyon kijöttem a gyakorlatban, hogy egyáltalán most kell leszedni ezt, vagy mi van? Az de szép, az is, mi olyan vagyok, mint valami város ide tényleg. Viszont srácok, itt az udvar, illetve a kert végében ilyen nagyon szépen egybenőtt ilyen fenyő van sövénynek meghagyva, vagy mit mondjak, csak le kéne már nyírni. Ez egy abszolút nem látni be tőle, ami igazából rohadt jó. Valahol itt van a kapu, a hátsó kertkapu, csak ezt is benőtte, mint az állat, de lehetne ilyen boltívet nyírni ide igazából. Ez ilyen kerttúr, gyerekek, kerttúr. Ilyet még úgy sem csinált senki, vagy csináltak már kerttúrt. Csak az a baj, hogy ez ilyenkor igazából kerttúr, ha mert ilyenkor tök ronda basszus. Na hát igazából ennyi lett volna a dolog, srácok, gondoltam kicsit így fanolunk együtt, hogy ne csak mindig a játékokat meg a képernyőt bámuljuk, hanem legyünk egy kicsit itkin. Ha valami olyan van, még úgy is felveszem, aztán találkozunk valamelyik live-ba. Na csá! Hát a névtelen állata.